2500 ukrán vehette át a napokban magyar nyelvtanfolyam elvégzéséről szóló oklevelét Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felnőtt képzési központjának szervezésében eddig több mint 13 000 Kárpátalján élő ukrán ember vett részt az ingyenes képzésekben. A programot a Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztosság támogatja. A nyelvtanfolyamok iránt olyan nagy az érdeklődés az ukrán lakosság körében, hogy az oktatás bővítésének csak a tanárhiány szab határt, mondja Grezsa István kormánybiztos. Szívemhez legközelebb álló a nyelvoktatás sikere, hiszen ebben igazán még a itteniek sem nagyon hittek, és az, hogy több mint 13 000 többségi nemzethez tartozó kárpátalja iratkozott be ezekre a tanfolyamokra, és igazán a bővítésnek egyetlen akadálya van, hogy nincs annyi nyelvtanár, amely még több csoportban tudná magyar nyelvet oktatni. A magyar nyelv ingyenes oktatása Kárpátalja minden járására kiterjed. A résztvevőket a legutóbbi szakaszban 45 település, 56 helyszínén, 240 csoportban 104 tanár oktatta. A legfiatalabb jelentkező 7, a legidősebb 78 éves volt. Azért fontosnak tartom a részvételmet a nyelvfolyamon, mert a magyar nyelv a nagymamáim anyanyelve, és azért tartom fontosan, hogy én is fejlesszem a nyelvtudásomat. Az ingyenes magyar nyelvtanfolyamok idén is folytatódnak. Változás az eddigiekhez képest, hogy a jelentkezők csak online regisztrálhatnak a képzésekre, tavaly ugyanis a nagy érdeklődés miatt lefagyott a beregszászi főiskola telefonrendszere. Beregszászon átadták a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács által meghirdetett magyar nyelvű idegenvezetői tanfolyam okleveleit. A képzést ebben az esetben is a Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztosság támogatta. Grezsa István hangsúlyozta, Kárpátalján nagy szükség van a szakképzett magyar idegenvezetőkre, mert egyre több magyarországi csoport érkezik a vidékre. Kárpátalja Ukrajna iparilag fejletlenebb régiói közé tartozik, viszont 4 Európai Uniós országgal is határos. Ennek megfelelően a helyiek egyik fő megélhetési forrása a turizmus. Pillér, amin Kárpátalja magyarság boldog, amiben a Kárpátalja magyarság a boldogulását látja, az a turizmus. Tehát ettől fogva úgy gondolom a pozícióját, vagy a jelentőségét könnyű felismerni, illetve mondhatjuk azt, hogy a helyi magyarság szempontjából ez egy kifejezetten fontos, akár gazdasági, akár kulturális téren, hiszen ennek vannak az élet más területére vonatkozó aspektusai, tehát nem csak egyszerű anyagi dolgokról beszélhetünk ebben az esetben. Az új ukrán oktatási törvény kisebbségellenes szemlélete azért is fájó, mert a magyar állam számtalan pozitív gesztust tett az ukránok felé, mondja Grezsa István. Ilyen például, hogy Budapest volt az egyik legnagyobb támogatója az ukrán vízummentességnek. A kelet-ukrajnai háborús övezetben megsérült katonákat gyógykezeltek Magyarországon. Menekült gyerekeket üdültettek a Balatonnál. A Kárpátaljára érkező magyarországi támogatásoknak pedig egyaránt haszonélvezői a megyében élő ukránok is, hiszen ők alkotják a lakosság többségét. A magyarok aránya 12%-ot tesz ki. Itt Kárpátalján pedig hát minden egészségügyi beruházás zömében a többségi nemzetnek, azaz ukránnak szól, hiszen csak 12%-ban magyar támogatás egy-egy orvosi műszer vagy egy intézménynek a felújítása. A keleti partnerség programon belül felsorolhatatlanul sok település kapott kisebb-nagyobb segítségeket, nyilászáró cserékben, fűtési rendszer korszerűsítésben. Az óvoda programon belül nem csak magyar óvodákat újítunk fel, hanem vegyes óvodákat is.